A gyűrűkön kapaszkodva próbálnak átjutni a ninja pálya egyik szakaszán a gyerekek az Icsi-ligetben, a második Rákóczi Ferenc általános iskola 5. osztályosai is megmérettették magukat az akadályokon. Szerintem amúgy nagyon jó volt meg, főleg az a lézer. Mi ez? Puskás. Rész az volt a legjobb szerintem, meg amúgy az egész nagyon jó. Nekem nagyon tetszett az a pisztolyos lézeres, mert nagyon izgultam, és kettőször mentem, mert nagyon tetszett nekem. Idén 3 napra bővült a Cerbona-Fehérvár félmaraton. A pénteki rendezvény nyitó napon az általános iskolásokat várták a sportos programra. Legügyesebb gyerkőcök holnap folytathatják a versengést, egymás ellen megküzdhetnek, holnap is egész nap itt van, és a verseny ideje alatt is végigállni fog. Holnap még egy újítás, hogy reggel 8-tól este 8-ig spinning kerékpárokat helyezünk ki ide a térre, minden órában más oktató tart órát, bármikor lehet csatlakozni, akinek van kedve akár 4-5 órát is itt maradhat és tekerhet. A pályához ügyességre van szükség, felfüggeszkedésben, egyensúly gyakorlatban, palánkok mászásában, lézerfegyver lövészetben próbálhatták ki magukat a gyerekek. Az ezredéves iskolából is többen érkeztek. Kicsit nehéz volt, de azért könnyű volt egy kicsit. Jó volt, ezt kell mondjam, jó volt, nyitott a pálya, végigmentem azon a hintán. Aztán végigmentem a pályám. Még szombaton és vasárnap is ki lehet próbálni a sportos akadálypályát. A 9. Cerbona-Fehérvár félmaraton nagy létszámú mezőnye vasárnap 10 órakor startol a Icsi-ligetből. Aznap a város bizonyos utcáin lezárásokra lehet számítani.